Talán tudjátok, hogy minden vitorlázó álma kék tengerre kell hajózni. Közben nem baj, ha kikötnek olyan szigeteken, ahol pálmafák dőlnek a víz fölé. Jurana! A legenda szerint Polinézia Egén nem egy, hanem öt hold világított. Négy hold azonban egymás követve beleesett a tengerbe. Az egyik holdból keletkezett Huainé szigete, a másikból Raiatea, minden szigetek anyja, a harmadikból Bora Bora, és végül a negyedikből szakadékos, hegyesvölgyes Taha. Barátaimmal ezúttal Francia Polinéziában a Csendes-óceán déli részén elhelyezkedő társaság szigeteket jártuk be. Kiinduló pontunk Tahiti, a szerelem szigete volt, majd elértük a Liivert szigetcsoportot, Raiateát, Huainét, Taha-t és az álomszigetet Bora Borát. Az eltelt két hétben ízelítőt kaptunk a szinte érintetlen trópusi szigetek egzotikumából, természeti szépségeiből, kultúrájából. Aztán élményekkel telve, jó széllel visszavitorláztunk kiinduló pontunkra. Hajunk egy 120 négyzetméter vitorlafelületű, minden szükséges, kényelmi és biztonsági felszereléssel rendelkező, kellően gyors, Harmony 52-es vitorlású. Raiatea a kikötőnk. Magyar zászló Polinéziában, a polinézek legszentebb szigetén. Az itteni történészek szerint az ausztronéz származású polinézek idő előtt 1500-1300 körül kezdtek kelet felé hajózni. A Csendes-óceán szigetein kezdték elfoglalni azokat, és körülbelül időszámításunk szerint 500 körül érték el létszínjukat a Húsvét szigeteken. Benépesítették az egész Csendes-óceán szigetvilág területét, amelynek a legfontosabb pontja az úgynevezett Polinéz háromszög, Hawaii, Húsvét szigetek és Új-Zéland. És a kiinduló pont, a legfontosabb centrum ebben több mint 1000 évben Raiatea volt. Keményen! Körülbelül másfél órás hajóút után kötöttünk ki Opoa faluban. Itt található a polinézek legszentebb helye, a marai Tapu-Tapu-Atea. És most sikerült elsőre kimondanom. A szent terület nagyon szépen rendben van tartva. A vallási uralkodói jelképek mögött a hátsó hatalmas köveknek neki támasztva. Az ősi Polinézia a királyének koronázási helye. Ez a 3 méteres oszlop. Úgy tartja a legenda, hogy 4 ember lelke lakozik a kőoszlopban, és ez nem véletlen, mert a 4 embert betemették a kőoszlop alá. Az ember áldozat ez teljesen megszokott volt, cápákat, halakat, embereket áldoztak. Egy-egy minden évben megtartotta a ünnepség idején. Még ez akár 5 napig is eltartott. Ezekkel a kéttestű pirogokkal járták be a Csendes-óceánt a polinézek. Mi katamaránoknak nevezzük őket. A szent fák, amelyeknek az ágéről még az 1700-as években is az ember áldozatok lógtak az ünnepségek idején. A híres tiaré virág, Polinézia nemzeti virága, ezt teszik a hölgyek és az urak a fülök mögé. Február 9-e, elhagyjuk Raiateát, célunk Huaina szigete. Átszeltük a Csendes-óceán egy kis darabját, közben egyetlen hajóval nem találkoztunk. Előttünk Huaina, csodálatos zöld sziget, alakja egy terhes nőhöz hasonlít, állítólag innen kapta a nevét a Huaina, szóval a teres nőt jelenti. Két részből álló öböl vágja ketté a szigetet. A két öböl találkozásán a lapa idején szárazlábbal át lehet járni a két szigetre. A legenda szerint Hiro Isten vágta kenujával ketté. Fáre falu Huainében. A felújított főnöki épület. A flamboya és a miró.
fehér és vörös hibiszkusz. A kenyérfa. Kapubejárat, Huainen. A Balihali szállodát felújították, de át is nevezték Lapitára. Igaz gyöngy minden mennyiségben. Elhagyjuk Huainét, irány Taha-a. Hú, mennyi! Itt van-e? Lajos megtalálta híró istennek a palloszát. Nő volt az az isten, melyik minden szigeten hagyott maga után egy pallosz alakú szikla képződni, hogy az ottani lányok nehogy megcsalják. Taha a keleti bejárata, a Passe Toahoku. Egy utat így lehet eladni. Csak nők a fedélzeten. A hegyes völgyes Taha. A vanília sziget. A táncosok hazája. Már mi a turisták sem maradhatunk ki a műsorból. Egy közös tánctanulás után három stázba viszik a vállalkozó kedvű hölgyeket, urakat. Féltékenységre hajlamos társunknak ilyenkor célszerű behújnia a szemébe. Szivárvány, Rajatea és Bora Bora között. A polinéz monda szerint óró isten a szivárvány higgyán szállt le az égből. De először Bora Borára ment feleséget választani magának. Taha egy mindössze 10 négyzetkilométer nagyságú sziget, 600 méteres csúcsokkal és fjordok szabdalják fel az egész szigetet körbe-körbe. Távolban kibukkant Bora Bora. Tapuamakalu. Búvárkodunk a sziget nyugati oldalán. A nevezetes koralfolyójukat merüljük meg. Korall gyűrűre ráült egymáshoz közel levő szigetek között óriási az áramlás, és állítólag csúszdázni lehet benne. Nagy tengeri hullámok átjönnek az alacsony korall zátonyon, és a két sziget, a két motu között egy folyószerű áramlást hoznak létre. Tele színes halakkal,
gyönyörű korallokkal. Megjött a szépség, megjött. Amint beállok, ide már jönnek. Balázs, ne add fel. Krisztinának kókusztáját kell inni. Igaz, Krisztina? Igen. Helyes. Igen, jövünk. A világ legszebb szigete esőben. A háttérben Bora Bora. Ide értünk. Bora Bora az elsőszülött. Elsőként emelkedett ki a habokból. Sokáig nőuralom volt a szigeten. A jellegzetes sziluettje a szigetnek, a dupla csúcsok. Az Otemanu és a Pahia. Bora Bora a többi szigethez hasonlóan vulkanikus eredetű, sűrű növényvilággal és egy igazi tengeri akváriumhoz hasonlítja. Indul a Bora Borai szigettúra. By car, it takes about 1 hour to do the Seagull Island tour, so it's very small. And you have to know that we are only 9,000 inhabitants for so very, very small. I will say I love you. Wahere yo yaoi. Wahere yo yaoi. Szeretlek. Szeretlek. A lagunában. Az Otemanu. A legendás Otemanu. A világ legszebb szigetén vagyunk. Legalábbis én még nem láttam szedve. Ennyi volt? Február 19. Elhagyjuk Bora Borát. Elhagyjuk az Otemanut. Gyönyörű a sziget. Nem tudom, hogy megismétlődik-e ez a csoda. Négy napot voltunk Bora Borán. Ki a két hétben ennyit ellett. Úgy néz ki, hogy a látogatáshoz elég volt. Nyilván az itt tartózkodás, itt nyaralás az egy más szempont. Mivel a csapat fiatal, lehet, hogy még visszatérnek. Szevasztok! Maruló! Hello, Gyula! Kész! Vége!